Kukorica csuhéból készül a kosár. Pete Jánosné népi iparművész csak nem 20 éve foglalkozik csuhétárgyak készítésével. Az alkotásait már számos kiállításon és rendezvényen mutatta be. Legutóbbi a betlehemi jászolt prezentálja, amelyet eredetileg a Tolnai Magházban szerettek volna kiállítani, azonban a járványügyi szigorítások miatt erre nem került sor. A jászol elkészítése közel 30 órát vett igénybe. A Szent Család van, a József Mária Kis Jézussal, akkor pásztorok van, kettő meg a három király, és akkor van benne egy szamár szerintem, meg a bárány, meg a dromedár, amivel legtöbb gondom volt megcsinálni. A tárgyakat nem csak kiállításokra és ajándékba, felkérésre is szívesen készíti. Általában óvodáknak adom oda, vagy családba, ha valaki kéri, szeretne egy ilyen csuhé betlemmel, mert ő nekik adok, szívesen csinálok. Az iparművész azt mondja, számára a csuhétárgyak készítése egyfajta kikapcsolódás. Van, hogy akár éjszakában nyúlóan készíti az alkotásokat.